Sziasztok, Zsuzsi vagyok. A mai videóban egy karácsonyi, ilyen burgundis, kicsit ilyen aranyos, csillogós sminket szeretnék elkészíteni. Ehhez a sminkhez kifejezetten úgy válogattam most össze a hozzávalókat, hogy ilyen olcsó, könnyen elérhető drogériás termékek legyenek, és igazából kettő főszereplője lesz most ennek a mai sminknek, és az egyik, az egy szemfesték paletta, egy ilyen kis pici, ötös szemfesték paletta a Catrice-től. Ez a 060-as Vivid Burgundy Look nevezetű palettájuk, amiben ilyen nagyon szép ilyen bordós árnyalatok vannak, van benne egy barna, és ahogy látjátok, van egy ilyen kicsit ilyen rózsaszínes, csillogós árnyalat, és egy ilyen, hát nem is tudom, ez egy ilyen rose gold jellegű árnyalat, illetve ugye egy ilyen fehér, vagy hát ez is nem teljesen fehér, hanem egy ilyen rózsaszínes matt árnyalat, úgyhogy ebből fogjuk most elkészíteni a karácsonyi sminket, és emellé választottam egy másik Catrice terméket, ami nem más, mint egy rúzs, ez pedig a Vegan Collagen Matte 090-es árnyalatú rúzsa a Catrice-nek, aminek ilyen árnyalata van, szóval ez szerintem egy ilyen nagyon szép ilyen bogyós gyümölcs, ilyen erdei gyümölcs árnyalatú rúzs, ami szerintem nagyon szép lesz ehhez a szemfesték palettához. Ami eddig felkerült az arcomra, azokat is igyekeztem úgy összeválogatni, hogy mind a drogériából legyenek, illetve elsősorban Catrice termékek. Én nagyon szeretem egyébként a Catrice-nek így az arcra való termékeit, úgyhogy ezt elég könnyen meg tudtam csinálni. Tehát használtam egyfelől ezt a No More Red Primerét a Catrice-nek, használtam a True Skin alapozóját a Catrice-nek, ez egy nagyon-nagyon szép természetes fényt ad az arcnak, úgyhogy szerintem ünnepekre nagyon szuper alig érezni az arcon, úgyhogy ezt jó szívvel tudom nektek ajánlani, de használtam még tőlük egyfelől ezt a korrektorukat, ez nekem már a második ilyen kis tubusom ebből a korrektorból, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Aztán használtam még az arcomon a Catrice-nek ezt a Poreless ilyen kőpúderét, ez nagyon-nagyon szép bőrképet ad, úgyhogy ezt is nagyon jó szívvel tudom ajánlani. És ami még az arcomon van, az ugye a szemöldök, amihez nincsen Catrice termékem, de úgy szintén a drogériából választottam hozzá, a Vivienne Szabónak ezt a szemöldök púder duóját. Én ezt nagyon szeretem, nagyon jó két szín van benne, tehát mind a kettőnek ilyen szép hideg árnyalata van, az egyik az egy kifejezetten hideg tónusú, a másik az úgy szintén egy hideg tónusú barna, de egy picit melegebb árnyalat. Úgyhogy én ezt nagyon jó szívvel tudom ajánlani, mert nagyon szeretem használni, és ezt egészítettem ki egy szemöldökzselével, ez az én új kedvenc szemöldökzselém, mert ha valami, na hát ez a helyén tartja a szemöldököt, és ez nem más, mint a Revolutionnek ez a Brow Glue szemöldökzseléje. Ami pedig úgy szintén még fenn van már a szemhéjamon, az pedig a Sheenek ez a szemfesték bázisa. Én egyébként nagyon szeretem a Catrice-es szemfesték bázisokat is, így a drogériás választékból, de most nincsen egyébként éppen ilyen Catrice szemfesték bázisom, viszont nekem ez a Sheen, ez nagyon bejött, tehát ez ár-érték arányban egy nagyon-nagyon jó kis szemfesték bázis, persze nem lesz annyira tartós tőle, mint mondjuk az Urban Decay Primer Potion-től, de azért árban is elég komoly különbség van a kettő között, úgyhogy ha csak így a drogériában keresel, akkor én ezt abszolút jó szívvel tudom ajánlani, érdemes kipróbálni. Kezdjünk is viszont bele a sminkelésbe, ehhez először is vegyük fel ezt a cicafület. Mit szóltok? Ebben a mai sminkben ki fogok próbálni egy új technikát, méghozzá a Half Cut Crease technikát, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog, drukkoljatok. Na, de ehhez először is ezt a sötét bordós árnyalatot, ezt a burgundi árnyalatot fogom felvinni a mélyítő vonalba, illetve a szememnek itt a külső szemzug részére. Addig is, amíg én itt ezzel dolgozom, meséljétek el nekem, hogy ti szoktatok-e külön ilyen ünnepi sminkkel készülni, így karácsonykor, vagy így az adventi időszakban, illetve nagyon kíváncsi lennék arra, hogy neked mit jelent az, hogy ünnepi smink. Esetleg kifejezetten a piros rúzs szereted ilyenkor használni, vagy az arany árnyalatokat, vagy ilyenkor használsz inkább zöldet, vagy miben merül ki számodra az, hogy mondjuk egy smink ünnepi. Én például egyébként ezt az ilyen burgundis, bordós árnyalatot, ezt én kifejezetten ebben az időszakban szeretem használni, tehát hogy nekem ez egy ilyen decemberi, karácsonyi szín valahogy. Szoktam néha máskor is használni, de ilyenkor egészen biztos, hogy előkerül a sminkjeim közül ez a típusú árnyalat.
De bevallom, hogy egyébként karácsonykor én csináltam már ezüst sminket is, csináltam már zöld sminket is, arany sminket is, ugye ezt a burgundi árnyalatot, szóval nem is feltétlenül a színen van a hangsúly, hanem azt hiszem, hogy inkább a csillogás. És az, hogy egy kicsit nagyobb odafigyeléssel készítem el ilyenkor a sminket, és igen, és a csillogás. Illetve a másik, én bevallom, hogy nagyon szerettem egyébként az erősebb árnyalatú rúzsokat, és így karácsonykor meg simán előkerülnek, ahogy majd látjátok, ebben a videóban is egy ilyen erősebb rúzst hoztam. Egy picit a szélét, azt megpróbálom eldolgozni egy tiszta ecsettel, de majd még tovább szeretném sötétíteni egyébként. Az a helyzet ezzel a palettával, hogy egyébként ez a bordós és ez a barna árnyalat, ez gyakorlatilag ugyanaz a tónus, tehát hogy nem tudom mondjuk tovább mélyíteni ezzel a barnával, úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy egészen a mélyítő vonalba ezt a bordó árnyalatot most egy kicsit ilyen töményebb formában felviszem, és akkor ezáltal próbálok meg egy kicsit ilyen mélyebb árnyalatot elérni. Egyébként ezt a szemfesték palettát én egy, hát szerintem körülbelül egy hónapja vettem, vagy valahogy így, és azóta használgatom így a hétköznapokban, és az az igazság, hogy szerintem ez egy nagyon jó kis tartós szemfesték paletta. Egyébként nagyon-nagyon sok jót hallottam a Catrice-nek erről a paletta típusáról, erről az ilyen kis öt szemfestéket tartalmazó palettájáról. És hogy teljesen őszinte legyek, jó kis paletta ez. Nem tudom, hogy a többi szín az milyen, a többi szín árnyalatú paletta, de kifejezetten ez a burgund is, nekem ennek nagyon tetszenek a színei. Tehát egy jó kis paletta, de nekem nem ez lesz a kedvenc formulám még mindig. De valószínűleg az van, hogy én nem annyira szeretem az ilyen szárazabb típusú szemfestékeket, mint amilyen a Catrice-nek a szemfestékei. Ezek ilyen elég keményen préselt szemfestékek, és szépen lehet vele dolgozni. Jól emlékszem, ez ilyen 1300 forint környékén lehet megvenni ezeket a kis palettákat, tehát árérték arányban ez szuper kis paletta. Na, én most azt próbálom csinálni egyébként, én ugye nem szoktam ennyire behozni középre ezt a sötét árnyalatot, a sötét árnyalatokat, de ugye a Catrice-hez azt hallottam Timitől, Timi egyik videójában, hogy érdemes behozni, ugyanis ez fogja majd tudni megadni a kellő kontrasztot a sötét és a világos között, ami miatt szép lesz egy Catrice. Na, és el is érkeztünk ahhoz, hogy elkezdjem elkészíteni a Catrice-t. Ehhez a Catrice-nek fogom használni ezt a korrektorát, és ezt próbálom meg majd egy ilyen szép, éles, ilyen félkör ívben felaplikálni valahogy a szemhéjamra. Gondoltok. Én bevallom, első próbálkozásra, most elégedett vagyok vele, gondolkozom, hogy egy picit lehet, hogy följebb lenne érdemes vinni ezt a vonalat, de az az igazság, hogy én ezt most nem merem birizgálni, mert alapvetően elégedett vagyok vele, tehát hogy így a vonal szerintem nem lett ilyen nagyon ilyen göcsörtös, meg szép egyenletes lett, úgyhogy akkor maradunk most ennél a vonalnál, és erre fogjuk akkor ezt a legvilágosabb színt feltenni a belső szemzugtól, így szépen ki így a külső szemzug felé, viszont én a felénél majd át fogok váltani erre a kicsit ilyen bronzosabb, ilyen rózsgoldos árnyalatra. És akkor most jön viszont a nagy kérdés, hogy ennél a palettánál eddig nekem ecsettel nem igazán sikerült szépen felvinnem ezeket a fényes árnyalatokat, de erre én most félek viszont újjal felvinni a festéket, úgyhogy megpróbálom megint ecsettel. Oké.
én most egy kicsit jobban fel tudta venni az ecset. A bronzos árnyalatot azt tényleg új beggyel fogom felvinni, mert ott már szerintem nem kell annyira preckósnak lennie ezen a részen. Na, mit szóltok? Egy picit még a bordóra rá fogok erősíteni, és megpróbálom ezt az ívet még jobban kihangsúlyozni. Viszont nem annyira egyszerű, mert nincsen ilyen nagyon kis pici ecsetem, csak az, amivel a korrektort felvittem, viszont azt most nem tudom letisztítani, úgyhogy megpróbálkozom azzal, hogy ez a lapos ecset, ugye ennek látjátok, ilyen nagyon kis vékony éle van, hogy valahogy ezt az ecsetet használni ahhoz, hogy a bordót egy picit jobban megerősítsem. Picit még jobban szeretném a külső szemzugot besötétíteni, úgyhogy visszamegyek egy ilyen kisebb fejű ecsettel, és oda még felviszünk ebből a bordóból. A szemöldök csontra egyébként mehetne szerintem akár ez a fényesebb árnyalat is, de először most megpróbálom ezzel a matt árnyalattal, aminek van egyébként egy ilyen elég finom rózsaszínes beütése, ez nem tudom, hogy a videón mennyire jön át, de egy ilyen nagyon kis halovány rózsaszín árnyalat. Úgyhogy most először megpróbálom a mattot, de hogyha úgy érzem, akkor pedig majd még egy kis fényessel is rámegyünk. Egyébként nagyon szép ez a világos rózsaszín árnyalat. Picit ide a belső szemzugba, így lentre is felviszek belőle. És tudjátok mit? Egy icipici fényes mégiscsak kell oda arra a szemöldök csontra. Ecsettel úgyse lehet olyan nagyon intenzíven felvinni, úgyhogy ez pont elegendő lesz szerintem. Na, lányok, mondhatom, hogy én most büszke vagyok magamra? Az az igazság, hogy nekem ez most így alapvetően tetszik, tehát szerintem első cut Krisznek ez teljesen szuper, úgyhogy köszi Timi, így az instrukciókat a videódban, be fogom linkelni Timinek a videóját, hogy meg tudjátok nézni, úgyhogy én az alapján próbáltam ezt a kis half cut Kriszt összerakni, ami még ugye hiányzik, az a fekete szemhétus a felső szempillasorról, illetve egy fekete szemceruza a vízvonalba, lentre. Úgyhogy mindjárt jövök, ezeket megcsinálom. Szempillaspirálnak, az Essence-nek ezt a Lash Princess szempillaspiráját fogom használni, és ez az új Curl and Volume szempillaspiráljuk. Ezt a szempillaspirált egyébként nemrég vettem, és a legutolsó ilyen Essence-es Disney hercegnős kollab videóban próbáltam ki, és nekem nagyon tetszett így elsőre, szóval ez is egy ilyen árérték arányban egy nagyon jó kis szempillaspirál. És azóta is egyébként használtam a hétköznapokban is, úgyhogy abszolút jó kis darab. Térjünk át a rúzsra, szerintem ez nagyon szépen fog illeni ehhez a sminkhez. Tehát ez a Vegan Collagen Matt rúzsa a 090-es árnyalatban a Catrice-nek. Ez a rúzshoz viszont muszáj lesz hoznom egy szájceruzát, mert most nem érzem elég precíznek, pedig az ilyen erős színeknél azért jó, hogyha ennél precízebb a rúzsnak a külső vonala, úgyhogy mindjárt visszajövök. Na, kiigazítottam egy picit a rúzst, és emellé most a NYX-nek ezt a sima szájceruzáját használtam, méghozzá a Cabaret nevezetű árnyalatban. De tudjátok, mi hiányzik még a sminkhez? Pirosító és highlighter, úgyhogy most pirosítónak én arra gondoltam, hogy használjuk ezt a rúzst. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, mert azért ez egy eléggé intenzív rúzs, nem is rögtön fogom direktbe így az arcomra felvinni, hanem először kikenem így a kézfejemre, és utána egy pirosító ecsettel megpróbálom óvatosan szépen felvinni. Egyébként szerintem ez egy ilyen nagyon jó kis trükk, én ezt még anyukámtól tanultam, hogy a rúzst pirosítóként használni, ugyanis biztos lehetsz benne, hogy a pirosítót fog a rúzsodhoz menni, úgyhogy ez már így egy segítség tud lenni. Szerintem ez nagyon szép pirosítónak is. Ilyen jó kis télies árnyalat.
Oké, ez jó erős lett, de semmi baj, majd átmegyünk rajta így a púderecsettel, és az vissza fogja egy picit fogni. Na, hogyha ilyen nagyon erős lett a pirosító, akkor kettő dolgot érdemes kipróbálni. Egyfelől, hogy vagy az ecsetet, vagy pedig ezt a kis szivacsot, amit alapozásra használtál, azzal egy picit így érdemes rajta átmenni, vagy pedig simán csak egy ilyen púderecsettel, így púderrel lepúderezni, az is vissza tudja fogni. Úgyhogy ennyi, ez így már szerintem egészen jó. Hátra van még a highlighter, viszont nincsen Catrice highlighterem, de van egy másik, ilyen Catrice-szel azonos jellegű márka, az az Essence, ugye, aminek ez a sima highlighter nevezetű highlighterem megvan, és szerintem ez egy ilyen nagyon szép, ilyen kicsit ilyen pezsgős, aranyba hajló árnyalat, ez a 01-es Mesmerizing árnyalat, úgyhogy én arra gondoltam, hogy ehhez a sminkhez most ezt fogom használni. El is készült drogériás termékekkel, ez a karácsonyi, ilyen bordós, burgundis árnyalatú smink, az én első Half Cut Crease próbálkozásommal, úgyhogy az az igazság, hogy én elégedett vagyok vele. Ugye használtuk a sminkhez egyfelől a Catrice-nek ezt az ilyen kis 5-ös Five in a Box nevezetű szemhéjpúderét, és ez a 060-as Vivid Burgundy Look árnyalat. Aztán használtuk a sminkhez ugye ezt a rúst, a Catrice-nek a 090-es Vegan Collagen Matt rúzsát használtuk, pirosítónak is ezt használtuk, használtuk még egy Essence-es szempillaspirált, illetve egy highlightert. Én azt hiszem, hogy így karácsonykor az ünnepi sminkekben igenis nagy szerepe van a highlighternek, úgyhogy ezt én nagyon jó szívvel tudom ajánlani, szerintem egy nagyon szép, elegáns és mégis nagyon szép fényes hatás lehet vele elérni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha tetszett, akkor légy nyomjatok tényleg egy lájkot erre a videóra, illetve ne felejtsétek el bekövetni a csatornámat, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!